Fejetlenség uralkodott el Zuglóban a kerületben induló fideszes polgármester jelölt szerint, aki úgy látja, Karácsony Gergely nem vette komolyan Zuglót. A stúdióban Rozgonyi Zoltán. Jogan mondják, hogy már megint Zugló, mert ugye beszélgettünk Zuglóról Horváth Csabával, aki Rozgonyi Zoltánnak jó estét kívánok, az ellenfele ebben a megmérettetésben, és hát persze Karácsony Gergelyel, mert ő meg Zugló polgármestereként kandidál a főpolgármesteri pozícióra, tehát Zugló egy kicsikét túl exponált a többi kerülethez képest, de éppen ahogy bejött, mondta, hogy jellemző, hogy Zugló mindig minden ügyben benne van, ami Budapesten történik. Ez mitől van? Én mindig szoktam is mondani, hogy Zuglóban minden év duplán számít legalább. Szerintem az elmúlt időszakban ezt most már triplára emelhetjük. A zuglóiaknak ne nagyon mondogassa, mert megöregedik, gyorsan nem akarnak. Legalábbis a politikában mindenképpen. A magyar politikai élet eddigi botrányai közül szinte mindegyiknek volt zuglói szála sajnálatos módon. Éppen ideje lenne ezt a ruhát levenni és tiszta lappal indulni Zuglónak október 14-től. Milyennek látja a kampányt? Zaklatottnak, idegesnek, feszültnek látom a kampányt, és egy kicsit az emberek hangulatát is. Valóban az elmúlt időszak felfokozott hangulata, történései, újságcikkei, nyilatkozatai azok nem használtak a nyugalomnak, de egy politikai kampányban ez talán nem is baj, hogy nem unalmas. A saját eszközeit mennyire tudja megválogatni? Ugye volt, aki szemrehányást tett, hogy miért kell üvöltő hangszorokon keresztül hallgatni Karácsony Gergely kiszivárogtatott, megvágott felvételeit a köztereken. Ez valóban nem tűnik túl elegánsnak, főleg azért, mert az a felvétel az, ami tisztességes körülmények között született. Nem tudom, milyen körülmények között született, szerintem ezt egyikünk sem tudja pontosan. Hát a beszélőt tudta nélkül veszik fel, majd megvágják, az nem korrekt. Igen, fele tudja, hogy pontosan mi történt. A kampányeszközök tekintetében meg hála Istennek nem feltétlenül kell nekem ezen törnöm a fejem. Van kampányfőnök, aki ezeket a kérdéseket intézi. Én úgy érzékeltem és úgy tapasztaltam, többször kim voltam én is a Bosnyák téren, hogy egymásnak feszültek a kampánystábok, és ott egyfajta rivalizáló hangulat volt, ahogy egyébként a politikai kampányok során ez szokott lenni. Azt mondja, ez egy normális helyzet. Kovács Balázs volt az önkormányzati képviselő, hanyatszor hallhatja már ezt a kérdést, aki felvetette azt, hogy Karácsony Gergelyel az a legnagyobb baj, hogy még lopni sem tud. Hát ő egy fideszes képviselő, ez egy érdem a Fidesz házatáján, vagy Zuglóban, a fideszes frakcióban, Fidesz frakcióban, hogyha valaki tud lopni? Nem vagyok Kovács Balázs, és kicsit nehéz helyette megszólalnom, de természetesen beszéltünk erről a kérdésről, és ismerem Balázsnak az álláspontját. Nem egészen azt mondta, amit most ön felvezetett. Ő arra utalt ebben a beszédben, hogy Karácsony Gergely azzal a teljesítménnyel, amit jelenleg a politikai életben nyújt, azzal a mellébeszéléssel semmilyen módon nem tudna a magánszférában érvényesülni, és magán vagyont építeni. Ez nem azt jelenti, mint amit az elhangzott mondat. Én azt gondolom, hogy ő ezt így értette, lehet, hogy szerencsétlenül fejezte ki magát, nem tudom. Nem egy nagy rétvallásban dolgunk. De több szempontból sem igaz az, hogy a Fidesz bármilyen módon a lopást jó dolognak tartaná. Ha valami nem igaz ránk Zuglóban, akkor az pont a lopás nem. Ennek most van áthallása bizonyos ügyekkel kapcsolatban, de ezt most kihagyom. Ha ő lesz a polgármester, a MSZP-Fidesz háttéralkuk, amikről oly sok szó esett az elmúlt években, azok megszűnnek? MSZP-Fidesz háttéralkuk nincsenek. Ezekről Karácsony Gergely csak akkor beszél, hogyha a sajtónak beszél. Amikor őszintén beszél, említette, hogy ki tudja milyen körben és ki tudja milyen módon rögzített beszélgetésben, akkor ha őszintén beszél, akkor nem a Fideszről beszél, hanem a Szocialista Pártról beszél. De hát a Szocialista Párt egymagában nem tud olyan döntéseket hozni a helyi közgyűlés állapota összetétele okán, amely döntések utána megkérdőjelezhetők akár Karácsony Gergely által, akár önök által, hiszen ehhez kell a fideszes néhány szavazat is. A Fidesz összesen 9 fővel van jelen egy 22 fős képviselőtestületben. Az összefogás az jelen pillanatban 10 fővel vesz részt, és van 3 olyan képviselő, akik közül egyik sem köthető a Fideszhez, hiszen egy volt jobbikos, egy LMP-s és egy vállaltan baloldali civil szervezet képviselője. Nem szoktak együtt szavazni a fideszesek az MSZP-vel? Ez Karácsony Gergely víziója, és ez nem igaz? Egy önkormányzati politikában a döntések 80-90%-ában együtt szavaznak a képviselők, és teljesen egyhangúan hozzák meg a kerületet érintő döntéseket. Ilyen nyilván előfordul. Lásd, zuglói parkolási szerződések.
Ugye leginkább erről szokott szó lenni Zugló kapcsán. Hát de itt is rosszul, tehát nagyon sokfajta parkolási közbeszerzés volt, sokfajta parkolási szerződés. Egyetlen egy esetben történt az, hogy Karácsony Gergely egyébként megdöbbentő módon a saját előterjesztését nem szavazta meg, amit a saját kabinetvezetője és a saját stábja, a saját jedzője és a hivatal szakemberei, valamint a Szocialista Párt közbeszerzési szakértője készített el. De önök megszavazták. Az a gép beszerzéses történet volt. Az élőerős működtetést, amely sokkal nagyobb összegbe került egyébként összességében, azt Karácsony Gergely is megszavazta, megint csak a saját embereinek az előkészített anyagáról beszélünk. Tehát itt ezeket az anyagokat nem a Fidesz készítette, Karácsony Gergely emberei a saját előterjesztéseit. Ha nem jó, önök miért szavazták meg? Sosem támogattuk a közbeszerzés ilyen összegben való elindítását. Pusztán a közbeszerzés lezárását kellett valamilyen módon megszavazni, és ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy egy párt a párt érdeket nézze, amikor a kerületben politizál, vagy nézze a kerület érdeket. Nyilván a kerületé, de ha rossz az a közbeszerzés, rossz eredményt hoz a kerület számára, akkor az nem a kerület érdeke, hogy megszavazza. Nem szavaztuk meg az előzetes közbeszerzési kísérleteket, amelyek során például 1 millió forintra megbüntették az Zuglói önkormányzatot, mert versenyszűkítő módon írták ki a közbeszerzést a tiltakozásunk ellenére. Módosítások után kiírtak egy közbeszerzési pályázatot, azon a bírálóbizottság, még egyszer mondom, jegyző és a hivatal dolgozóinak részvételével azt mondta, hogy ez egy jogszerű eljárás volt. Egy valaki jelentkezett végül erre a bizonyos jogszerű eljárásra, döntést kell egy ilyen esetben hozni, ha nem hozunk döntést, miután visszaeső Zugló jóval nagyobb összegre büntetik meg. Ilyenkor azt kell mérlegelni, hogy egy jogszerű eljárás során bár nekünk sem tetszik, hogy nincs verseny, nem mi készítettük elő ezeket az anyagokat, de vállaljuk annak a kockázatát, hogy Zuglót nem. Hát jó, csak hogyha már megint az elegancia, ha önök is megszavazták, akkor utána mutogatni az mire való. De ön Zugló alpolgármestere volt. Így van. De elnézést... akkor mindent tudott, nem? Tehát alpolgármester benne van a folyamatokban, értesül és tudja. Nem mondhatta azt, hogy álljon már meg? Egyrészt Zugló nem egészen így működött, hiszen az elmúlt időszakban talán ez novum, szerintem nincs még olyan kerület, ahol így működik a vezetés. Egyetlen egy vezető értekezletet sem tartott Karácsony Gergely az alpolgármesterei részére. Tehát az alpolgármesterek a polgármesterrel közösen soha nem ültek össze megbeszélni az ügyeket és a problémákat. Mi a saját területeinken vállaltuk a munkát, azokon a területeken egyébként elvégeztük azt, én azokra büszke is vagyok. Hát ön volt a költségvetését felelős alpolgármester. Ott probléma nem volt. Karácsony Gergely egy ilyen szöveget beleírt a munkaköri leírásomba, amit én aztán kértem, hogy vegyenek ki, hiszen soha nem volt lehetőségem arra. Én úgy tudom, hogy igen. Soha nem volt arra lehetőségem egyébként, hogy érdemben beleszóljak a költségvetés elkészítésébe. Egyébként meg ez a polgármester diszkrecionális joga, tehát a költségvetés elkészítése az ő felelőssége. De még egy mondat, mindenről tudni kellett volna. Hát Karácsony Gergely maga mondja el ezen a beszélgetésen, hogy mi történt. Amikor őszintén beszél, akkor elmondja, hogy kik lehettek azok, akik érdekeltek voltak, akár a parkolás környéki botrányokban, közbeszerzési ügyekben, akár más kérdésekben, vagyont érintő kérdésekben Zuglóban. Hát Tarlós Istvántól tudjuk, hogy ő például szerette volna a parkolási ügyeket egyszer és mindenkorra rendezni, és az ő kívánságlistájáról Orbán Viktor ezt az egyet húzta le. Tehát ez nem arra utal, hogy ez az MSZP érdeke lett volna, ez úgy tűnik, mintha közös érdek lenne valahogy Budapesten. A Fidesznek egyetlen egy érdeke van az Zuglóban, ami a parkolást illeti, az az, hogy olcsó működjön, fenntartható módon működjön, hiszen ezt azért hoztuk létre, hogy a lakók le tudjanak parkolni a saját lakásuk közelében. Mi soha nem kívántunk plusz terhet rakni egyébként a lakosokra. Többször előterjesztettünk további lakosságot érintő kedvezményeket, és május 15-én a képviselőtestület megszavazta azt a javaslatunkat, hogy legyen minden zuglói számára, Zugló egész területén ingyenes a parkolás a jövőben. Ennek egy határidőt is szabtunk, ez június 13-a volt, ehhez a rendeletünket kellett volna, a parkolási rendeletünket módosítani, ezt Karácsony Gergely mai napig nem terjesztette be, sőt, gyakorlatilag Horváth Csaba, aki a baloldali pártok egyfajta háttéralkúja lévén hajózott vagy ejtőernyőzött Budáról Zuglóba, semmi köze nincs Zuglóhoz, és kijelentette, hogy továbbra is azt kívánja folytatni, amit Karácsony Gergely elkezdett a parkolásban is nyilvánvalóan, tehát ők ezt nem kívánják végrehajtani. Mi meg egy szeretnénk... újabb testület újra előterjesztett. Az lenne tisztességes egyébként, hogyha a június 13-áig visszamenőleg tudnánk biztosítani ezt az ingyenességet. Mi ezt szándékozott tenni. Szalad nagyon az időnk, vannak ilyen villámkérdései. Mi a véleménye a Liget projektről? Mennyire támogatja azt, ahogy most az kinéz, és amerre felé halad?
Én a Liget projektet mindaddig támogatom, ameddig az a zöld felületek növekedésével jár, és egyelőre én arról meg vagyok győződve, hogy ez így van. Persányi Miklós személye egyébként, aki a zöld felületekért felelős miniszteri biztosként felügyeli az egész projektet. Az ő személye számomra abszolút megnyugtató, és bizalommal vagyok iránt, hogy ez meg is valósul. Itt szeretném elmondani, hogy egy érvényes képviselőtestületi határozatunk van arról, hogy a testület is támogatja a Liget projektet. Karácsony Gergely ezt a határozatot sem hajtotta végre. Ennek folyamán... Ez őben nem árul zsákban macskát, tehát így választották. Igen, 250 millió forintos csomagtól esett el az zuglói önkormányzat, azért, mert nem hajtotta végre a képviselőtestület határozatát. Viszont tulajdonképpen tartotta azt, amit vállalta, azt mondta, hogy harcolni fog a Liget projekt ellen, így választották meg. A Liget projektnél harcolt, majd kivágott 100 fát a Pillangó parkban, azt gondolom, hogy nem egy következetes polgármesteri mondat. Ezt mondják, hogy elég szélsőséges a véleménye hajléktalan ügyben, hogy vagy beköltöznek valamiféle szállásra, vagy kirakná őket Zuglóból, de hova? Nézd, én egy rendpárti polgármester vagyok, és Zuglóban minden valóban káoszos az elmúlt időszakban. Rendetlenség van a költségvetésben, rendetlenség van a közterületeken is, rendet kell csinálni, az illegális szemétlenrakást meg kell szüntetni, ahogy a közterületi alkoholfogyasztást is. És az én elgondolásom vagy vélekedésem a hajléktalanságról azt gondolom, hogy nem szélsőséges. Én azt gondolom, hogy utcán élni nem méltó sem az egyénhez, sem a közösséghez. Aki az utcán él, az előbb-utóbb meghal. Én nem szeretnék semmilyen öngyilkosságban részesként részt venni, vagy közreműködőként részt venni. Én ezzel kapcsolatosan úgy vélekedek, hogy ha egy öngyilkos le akar ugrani mondjuk a hídról, akkor megpróbálom visszahúzni. Ugyanezt gondolom a hajléktalanok esetében is. Minden szociális segítséget meg tudunk adni a zuglói hajléktalanok számára, hiszen rendelkezünk már most is egy komoly segítői hálózattal. További terveink is vannak, amelyek a jelenleginél több pénzbe fognak kerülni, nem sajnáljuk erre a forrásokat, elvárjuk az együttműködést. És ha nem, segítünk karhatalom, kiviszi őket a határra? Nem megoldás az utcán élni, tehát azt nem szeretném tolerálni egy rendpárti polgármester lennék. Ezt én értem, mit csinál azzal, aki nem akar beköltözni? Jelenleg vannak jogszabályok, amelyek alapján el lehet járni. Én azt szeretném, hogyha az intézményekben tudnánk mindenkit, például a téli időszak beállta előtt. Volt olyan év, amikor az elmúlt időszakban, Karácsony Gergely polgármestersége idő alatt, amikor 6 hajléktalan halt meg Zuglóban, egy halál is sok. Én senkit nem szeretnék olyan helyzetbe tudni, hogy tévíz idején akár megfagyjon, vagy bármilyen másodnak köztelőtek. Ez nem most nem az a vádoltuk, hogy ő tehet a hajléktalan halálát. Én azt gondolom, hogy az a szemlélet, amely elfogadja az utcán élést, és megnyugtatja a lelkismeretét mondjuk egy meleg teával, vagy egy pokróccal, az valójában nem tesz semmit a hajléktalanokért. Ha a Horváth Csabát megveri 13-án, Horváth Csaba lesz az ön alpolgármestere, ha önön múlik? Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy a baloldali pártok és a Fidesz most egy komoly versenyben van a polgármesteri cím elnyeréséért. Meglátjuk vasárnap, milyen eredmények születnek. Jó, akkor megkérdezem fordítva. Ön lenne az alpolgármester Horváth Csaba mellett? Én Horváth Csabával ilyen együttműködést nem tudok elképzelni. Az a helyzet, hogy Horváth Csabát szerintem nem érdekli Zugló. Ő ezt korábban is lenyilatkozta, hogy egész életében budapesti politizálásra készült főpolgármester szeretett volna lenni, és számára nem igazán opció az, hogy Zuglóban polgármesterkedjen. Attól tartok, hogy ugyanúgy járunk vele, mint Karácsony Gergellyel, aki egy... hát gyakorlatilag az egyéni karrierépítésnek egy lépcsőfokának szánta Zuglót, és az elmúlt két évben gyakorlatilag semmit nem törődött Zuglóval. Félek, hogy Horváth Csabát is igazából a fővárosi politizálás és a kormánya való harc érdekli. A kerületért való lobbizás és a kerületért folyó mindennapi munka helyett. Hát a tisztesség kedvére akkor hadd jegyezzem meg, hisz Horváth Csaba most nincs itt, hogy fővárosi politikusként az elmúlt két évtizedben elég jól kiismert, hogy kell lobbizni a fővárosban. Tehát könnyen lehet, hogy ez is elég hatékony lehet, de ezt nem tudom most megítélni. Zuglóiak meg majd 13-án döntenek. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.